korszerűsítés, önkormányzati bérlakást újítottak fel a Magyar Falu program segítségével Nábrádon. Diplomata vizit, az osztrák nagykövet látogatott a megyébe, Nyíregyházán és Záhonyban járt. Különleges állatok, fekete hattyú fiókák születtek a Nyíregyházi állatparkban. Önkormányzati bérlakást újítottak fel Nábrádon. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 30 millió forint támogatást a beruházáshoz. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az átadón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, közösségi összefogás eredménye a fejlesztés. A térségben ez a 9. olyan önkormányzati ingatlan, amelyet állami támogatással sikerült korszerűsíteni. Már a parabola antenna is fenn van a felújított épület tetején. A leromlott állapotú ingatlan korszerűsítését már évek óta tervezték. Most állami támogatással sikerült az elképzeléseket megvalósítani. Ahhoz, hogy egy beruházás megvalósulhasson, folyamatos és egy irányba mutató akaratra van szükség. Ez az akarat, és nem utolsó sorban az a helyzet, hogy szeretett falunk Nábrád sosem látott fejlődés útján indult el, jogosít fel arra, hogy a jövőre nézve is meghatározó terveket dédelgessünk. Az átadón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője kiemelte. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező egyik tulajdonosa a roma, amire ő külön büszke. Hisszük és valljuk, hogy a tanulás és a munka az igenis felzárkóztathatja a nehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportokat is. Mint ahogy a Magyar Falu program is egy felzárkóztatásról szól, hiszen annak idején miniszterelnök úr döntötte el, és egy nagyon jó vezetőt választott maga mellé Gyopáros Alpár személyében, aki alulról építkezik, hiszen mindig megkérdezi tőlünk, polgármester úrtól is megkérdezte, hogy mire van egy adott településen szükség. Mi az a fejlesztés, ami egy adott településen fontos. Így találkozik az alulról jövő kezdeményezés a fenti szándékkal. Örülök annak, hogy itt lehetek, és hát természetesen a itt lakóknak használják egészséggel. Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, akkor hasznos egy fejlesztés, ha arra nyújt támogatás az állam, amire a helyi közösségnek igénye van. Ha egy országnak vagy országoknak normális vezetői vannak, akkor sok minden problémát, sok minden gondot meg lehet oldani. Hogyha az országoknak olyan vezetőik vannak, meg nem a népükkel, nem a nemzetükkel, és nem a közösségeikkel törődnek, hanem adott esetben csak azzal, hogy milyen hasznot tudnak húzni egy háborúból, milyen lehetőséggel bír saját maguknak egy-egy ilyen időszak, amikor tönkretesznek nemzeteket, békétlenséget szítanak, majd pedig hát a háborús infláció következtében pedig óriási nagy hasznot húznak kisebb nemzeteknek a kárára. Most ez történik. És nyilván nekünk válaszunk van erre, de mindenben megoldást nem tudunk találni. Ezért nagyon fontos az, hogy mi mindenképp továbbra is a békét és a békességet szolgáljuk. Mindenképp nagyon fontos az, hogy országon belül is amennyire lehet a gazdaságot, kisvállalkozásokat segítsük, de akár ilyen beruházásokkal pedig olyan lehetőséget biztosítsunk családoknak, hogy könnyebbé teszi az életüket, könnyebbé teszi a mindennapjaikat. A térségben ez a 9. olyan önkormányzati bérlakás, amelyet állami támogatásból újítottak föl. Ebbe az épületbe két család költözhet be Nábrádon. Nem érintik a takarékosság intézkedések a szociális intézmények működését Nyíregyházán. Erről beszélt a Szociális Munkanapja alkalmából Jászai Menyhért alpolgármester. A Szociális Gondozási Központban tartott eseményen 12 dolgozó munkáját ismerték el. Negyedik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Szociális Munkanapját. Az Őz utcai Szociális Gondozási Központban 12 szociális dolgozó vehetett át kitüntetést. Az igazgató beszédében úgy fogalmazott, a szociális munka a legnemesebb munka, amelyhez empátia, emberség és türelem szükséges. Számomra a szociális munka világnapjának az az üzenete, hogy még mindig vannak olyan szociális szakemberek az ágazatban, akik tulajdonképpen hivatásuknak tekintik maga a szakmát, annak ellenére, hogy rendkívül nehéz és sokat embert próbáló feladat. A szociális munkának van múltja, bízom benne, hogy van jövője, de azt gondolom, hogy én még most
igazából a jelenét hangsúlyoznám. Akkor, mikor a koronavírus világjárványnak világjárvány még nem ért véget, ugyanakkor a jelenünket a háború, a gazdasági válság, az árak drasztikus emelkedése jellemzi. Ez mindenféleképpen hatással van az egyénekre és a családokra. Ugyanakkor nagyon nagy terhet ró a szociális ágazatra, a szociális ágazatban működő intézményekre és az abban dolgozó munkatársak számára is. Az igazgató hozzátette, az intézmény célja az, hogy aki egyszer megkereste őket, utána már mindig számíthasson segítségre, és erre a jövőben még nagyobb szükség lehet. Az én értékrendem az, hogy mivel elég széleskörű ellátásokat biztosítunk, mondhatnám azt, hogy házi segítségnyújtás, nappali ellátás, bentlakásos ellátás, hogy aki egyszer minket megkeres, ne kerüljön ki a szolgáltatásainkból, hanem mindig a szükségleteihez igazodva tudjuk neki a megfelelő ellátást biztosítani. Tehát ha adott esetben a házi segítségnyújtásban, tehát ha az otthonában igényel az ellátást, ott segítsünk, de hogyha szükség van a bentlakásos elhelyezésre, akkor tudjuk a rendszerben tovább vinni, tovább ellátni. Annál is inkább, mert azt gondolom, hogy az ellátás kezdetekor kialakul egy bizalom, és ezt a bizalmat tovább szeretnénk erősíteni. Jászai Mennyhért Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, bár egyelőre úgy tűnik, április 30-ig lesznek hatályban a rendkívüli intézkedések, az energiatakarékossági megoldásoktól függetlenül a szolgáltatásokat továbbra is zavartalanul biztosítják. Nem voltak itt akkor nagy változások, mint amit ez az összevonások sugallnak. Mondok egy példát, itt a mondási központban vagyunk, történt olyan összevonás, hogy egy épületben, de külön egységben működött a házi gondozói körzet és a nappali ellátás. És egyszerűen van elegendő terület és hely a nappali ellátásban, a házi gondozói körzet beköltözik oda. Hát a gondozó nem bent egy irodába vagy egy központba gondoz, hanem kint van telepen. Tehát ez tulajdonképpen, ha nem lenne energiaválság, még akkor is meg lehetett volna lépni egy ilyen lépést. Ugyanígy a városmajori gondozó között átköltözik ide az őszközbe, ahol most vagyunk. Tehát én úgy érzem, hogy nem kell egy túl nagy dolgokat belegondolni, ami a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnak a működését illeti. Talán egy ilyen jelentősebb mozgást említenék, és ez is engedélyeztetés alatt van a kormányhivatal által. A Vécsei utcán van két nappali ellátás, és a téli hónapokra az egyik átközik a másikhoz, és ott fogják megkapni ugyanazt az ellátást az ellátottak. Tehát az ellátottak nem csorbulnak. Ilyen észrevételek lehetnek. Az alpolgármester hozzátette, a nyíregyházi szociális ellátórendszer valamennyi dolgozója megérdemli az ünneplést, hiszen a város teljes lakosságát lefedik szolgáltatásaikkal. A Család és Gyermekjóléti Központ a családsegítést végzi, mellette a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény működteti a bölcsödéket, a családok átmeneti otthonát, valamint a gyermekek átmeneti otthonát. És ehhez társul még harmadikként a Szociális Gondozási Központ. A szociális munka napja 1997 óta, naptár szerint november 12-e. Magyarországon 2017 óta ünnepnap és egyben munkaszüneti nap a szociális dolgozók számára, amely idén szombatra esett. Az egészségügyi központ két óvoda és a könyvtárnak is helyet adó művelődési ház energetikai korszerűsítése is megvalósul hamarosan Rakamazon. A településen az elmúlt években folyamatosak a fejlesztések önerőből és pályázati forrásokból is. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban Bodnár László, Rakamaz polgármestere. Mint minden települést, Rakamazt is érinti az energiaválság, ám a városban már a nehézségek előtt pályázatoktól függetlenül is fejlesztettek a költségek csökkentése és a fenntartható működés érdekében. A település polgármestere 35 perc című műsorunkban elmondta, a soron következő pályázatos beruházásoktól is ezt várják. Ami pályázatos fejlesztés volt, például a tavalyi évben 2021-ben az egészségügyi központunknak Magyar Falu program keretében történő korszerűsítése, az több mint 43 millió forintos beruházás volt. 2022. évben jött az öröm hír, hogy ugyancsak a TOP plusz pályázati kiírás keretében begyújtott pályázatunk eredményes elbírálást nyert, és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete, tehát az egy épület, két óvodai telephelyünk,
47 fő idős elhelyezését szolgáló gondozási központunk, illetőleg az egészségházunkra történne napelemeknek a telepítése. Ezen felül a két óvoda épületünknek a hőszigetelése és nyílászáró cseréje történne meg ezen beruházás keretében. Az elnyert összeg ugyancsak visszanemtérítendő 100%-os támogatási intenzitású összeg, ez pedig 130 millió forint. Ez egy óriási segítség a közszolgáltatást ellátó épületek esetében, hiszen az energetikai költségeket jelentősen csökkentik majd. Emellett más fejlesztések is megvalósultak az elmúlt időszakban Rakamazon. A szabadidő minőségi eltöltését szolgálja a nemrégiben átadott új szabadidőpark, amely nem csak sportolásra, hanem a közösségi programok megvalósítására is alkalmas. A Kávária Parkban szokott sor kerülni a gyermeknapi rendezvényre. Ez maximálisan alkalmas több száz embernek a befogadására, és ehhez próbáltunk hozzájárulni azzal, hogy eddig a játszóteret, tehát kicsiknek építettük, most már a felnőttekre is gondoltunk, és ezáltal felnőtt gyermek együtt tudja használni aktívan ezt a területet. 35 perc című műsorunkban a polgármester hozzátette, Rakamaz számára is nagyon fontos, hogy élhető település legyen, vonzó legyen a lakók számára, akik boldogan, örömmel töltsék el a településen mindennapjaikat. Ennek érdekében a közeljövőben 90 darab növényt ültetnek a főút mellett, 21 térfigyelő kamerát telepítenek, valamint megújul a szolgáltató ház is, amelyben az eddigi szolgáltatások mellett új játszóház, konditerem és a helyi termékek boltja is helyet kap. Az orosz-ukrán háborúról és annak hatásairól is szó esett az osztrák nagykövet nyíregyházi látogatásán. Alexander Grubmaier először járt a megyeszékhelyen, Kovács Ferenc polgármester tájékoztatta a diplomatát a város gazdasági elképzeléseiről. Nagyon jót beszélgettünk polgármester úrral, és meggyőződhettem a város gazdasági kapcsolatairól, valamint arról, hogy jól működik gazdaságilag Nyíregyháza. A szomszédban zajló háborúról is tudtunk beszélni, arról, hogy milyen kihatással van ez a városra, amely nincs is annyira messze a határtól. Magyarország és Ausztria között jó bilaterális kapcsolatok keretén belül számomra nagyon fontos, hogy valamennyi magyarországi megyét meglátogassam, de a pandémia alatt korábban nem lehetett erre vállalkozni. Most érjük utol magunkat, és örülünk, hogy ma nem csak Nyíregyházán vagyok, hanem alkalmam adódik Záhonyba a határhoz is elutazni. Fekete hattyú fiókák keltek ki a nyíregyházi állatparkban, a tenyészpár nagyon összetartó, igazi egyetértésben nevelik a kicsiket és kitartóan védelmezik őket. Kifutójukból ezért a gondozók elköltöztették a korábban velük társbérletben élő Bennett kengurukat és a tyúkludakat is. Gyanúsan méregeti a fekete hattyúpár a tóban úszkáló vadkacsákat. A nyíregyházi állatpark tenyészpárja igazi baby boommal örvendeztette meg a látogatókat. Öt fiókájuk a közelmúltban kelt ki, a szülők pedig mindentől óvják a kicsiket. Ezt a kacsák is tudják, ezért át is adják a terepet a hattyú családnak. Korábban ebben a kifutórendszerben a fekete hattyú Bennett kengurukkal és tyúkludakkal éltek társbérletben, de mióta fiókái vannak a fekete hattyú családnak, azóta csak az övéké a tó. Igazából a vadkacsák folyamatosan próbálkoznak elbitorolni tőlük ezt a kis tavat, de tudják, hogy hol a helyük, tehát ahogy a fekete hattyúk kint vannak, akkor bemerészkednek a vízben, de ahogy elkezdenek totyogni a víz felé, tudják, hogy hol a helyük, és kimenekülnek onnan. A finom falatokra közelebb merészkedik a család, a szülők azonban végig résen vannak, figyelik a stáb minden mozdulatát. A védekező ösztön nem véletlenül erős ezeknél az állatoknál. Nyugat-Ausztrália őshonos területein találhatóak. Magyarországon is vannak hattyúk, a bütykös, a kis és az énekes hattyú fehér tóruhával rendelkezik. Jól látható a különbség, hogy a Nyugat-Ausztrália államának ikonikus tagja a fekete hattyú, fekete tollazattal rendelkezik, kivéve az evező tollai, mert azok fehér színezetűek. És ha már az evező tollakról beszélek, azt érdemes tudni, hogy minden évben 3-4 héten keresztül röpképtelenek ezek a madarak a vedlési időszakban, és sajnos Nyugat-Ausztráliában ilyenkor keményen írtják őket, ilyenkor olyan 10000-es csapatokban is szoktak pihengetni, hiszen röpképtelenek, és ez az az időszak, mikor kiválóan alkalmas arra, hogy vadászhatóvá váljanak.
Mint a hattyúk mindegyike, ez a fa is monogám, vagyis hosszú távú párkapcsolatban él. Fészkeit mindig a vízben vagy annak közvetlen közelében rakja, melyben 4-5 tojást költenek ki. A többes szám nem véletlen, hiszen a 40 napig tartó kotlásban mindkét szülő részt vesz, felváltva ülnek a tojásokon. A fiókák tollazata szürkés, csőrük pedig még fekete. A fiatal hattyúk csak körülbelül 5 hónaposan válnak röpképesekké. Az orosz-ukrán háborút csak béketárgyalásokkal lehet lezárni, mondta Nyírteleken Simicskó István, a KDNP frakció vezetője. A politikus annak kapcsán beszélt, hogy a konfliktus miatt hozott uniós szankciókról indított a kormány nemzeti konzultációt. A kérdőíveket postán is kézbesítik a választópolgároknak, de az online térben is kitölthető. Azt látjuk, hogy Brüsszelben rendkívül rossz válaszokat adnak a háborúra, szankciókat, újabb és újabb szankciókat. Az energiaellátás bizonytalanná válik Európa szerte, az árak elszabadulnak, infláció van. Tehát mi úgy látjuk, hogy az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozza azt a válságot, amit egyébként is nehéz elviselni az Európában élő embereknek. Látjuk ennek a nehézségeit, úgyhogy a nemzeti konzultáció kereteiben arra szeretnénk fölhívni Brüsszel figyelmét is, hogy igenis a magyar embereknek van véleménye erről, és helytelennek tartják ők is a Brüsszel által meghozott elhibázott szankciókat. Már lehet korizni, megnyílt, és az év végéig várja sportolni vágyókat a jégpálya Nyíregyházán. A téli sportot két korábbi válogatott jégkorongozó népszerűsítette a gyerekek körében a Gyere Hokizni program sorozat részeként. A Magyar Jégkorong Szövetség Kabala figurájának nevét skandálták a szabolcsi solymok fiatal jégkorongozói és azok a gyermekek, akik érdeklődnek a sportág iránt. A cél a Gyere Hokizni című rendezvény sorozattal éppen az, hogy minél több diákot vonzanak be a jégkorong világába. Csúszka mellett korábbi két válogatott jégkorongozó, Gottliebet Zóra és Orbán Attila érkezett a városi jégpályára azért, hogy népszerűsítse a sportágat. A Szabolcsi Jégsport Egyesület megalakulása óta jeges sportokkal foglalkozik, kiemelten jégkoronggal, és a Magyar Jégkorong Szövetséggel nagyon jó együttműködés alakult ki. Minden évben a Gyere Hokizni elnevezésű rócsót megszervezik, nagyon nagy szeretettel fogadjuk és várjuk őket, ugyanis ez az alkalomnak az a célja, hogy az országosan is egyre népszerűbb jégkorong sportot itt a helyiek körében, a nyíregyháziak körében és a környékbeli lakosoknál egyre inkább elfogadtatásra kerüljön és népszerűsítse. A játékosként az FTC-nél és a Brit Giafordnál is megforduló korábbi női válogatott Gottliebet Zóra gyermekkorában a jégpályák különleges hangulata miatt választotta a jégkorongot. Én nagyon imádom a jégkorongot, az az adrenalin, ami végigmegy bennem, amikor szurkolnak a szülők, nézők, esetleg barátok, ez nagyon jó. Orbán Attila háromszoros magyar bajnoknak és egyszeres magyar kupagyőztesnek mondhatja magát. Visszavonulása után sem szakadt el a jégkorongtól, utánpótlás edzőként adja át a sportágban szerzett tapasztalatait. Ilyen állapotban is égen vagyok, gyerekeket oktatok több formában is. Igaz, hogy inkább most már a palánk túloldalán követem a mérkőzéseket, de amiben tudok segítek, és igyekszem átadni mindazt, amit az eddigiekben tanultam. A Szabolcsi Jégsport Egyesület csapatai számára október végén kezdődtek meg a bajnokságok. 2018 óta áll rendelkezésre a városi jégpálya. Ettől az időszaktól kezdve tudunk novembertől márciusig folyamatosan edzéseket tartani. Annyi hátrányba vagyunk a környékbeli csapatokhoz képest, hogy mi tavaszi és őszi szezonban utazni kényszerülünk, amennyiben jeges edzést szeretnénk tartani. Ettől függetlenül U8-as és U14-es korosztályban rendszeresen tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, és kevesebb jég van a lábukban, de ettől függetlenül nagyon szép eredményeket érnek már el a szezon kezdetén is. A városi jégpálya pedig nem csak a versenysportolók számára van nyitva, bár ennek a komplexumnak a rezsiköltségei is megemelkedtek. Az biztos, hogy az év végéig a hét minden napján van lehetőség közönség korcsolyára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Önkormányzati bérlakást újítottak fel Nábrádon. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 30 millió forint támogatást a beruházáshoz. Az átadón Soltész Miklós államtitkár azt mondta, közösségi összefogás eredménye a fejlesztés. A térségben ez a 9. olyan önkormányzati ingatlan, amelyet állami támogatással sikerült korszerűsíteni. Az orosz-ukrán háborúról és annak hatásairól is szó esett az osztrák nagykövet nyíregyházi látogatásán. Alexander Grubmeier először járt a megyeszékhelyen. Kovács Ferenc polgármester tájékoztatta a diplomatát a város gazdasági elképzeléseiről. Fekete hattyú fiókák keltek ki a nyíregyházi állatparkban, a tenyészpár nagyon összetartó, igazi egyetértésben nevelik a kicsiket és kitartóan védelmezik őket. Kifutójukból ezért a gondozók elköltöztették a korábban velük társbérletben élő Bennett kengurukat és a tyúkludakat is. November 17-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Csütörtökön éjszaka borongós időre lehet számítani, eső nem valószínű, a hőmérséklet 2-4 fok körül alakul. Pénteken napközben marad a borongós esős időjárás, a hőmérséklet nagyon nem emelkedik meg az éjszakaihoz képest, 5-7 fok között várható. A hétvégén már fagypont alá esik éjszakánként a hőmérséklet a megyében.